Sziasztok, Zozóka vagyok. Itt vagyok akkor a kedvenc játékomban, Gnome Home. És eszembe jutott, hogy mit akartam ott mondani abban a szobában. Ugye a Bakelit lemezről nem is eszembe jutott, bocsánat, tehát visszanéztem. És eszembe jutott, ugye, hogy na, tehát hogy visszanéztem, és akkor ugye már eszembe jutott, hogy miről is akartam dumálni. A Bakelit lemezről kezdtem el beszélni, és hogy kinek melyik hangzás tetszik jól, és eszembe jutott erről egy egész egyszerű kis tesztecske, hogy fölraktak egy weboldalra egy CD minőségű hangfájt, és ugyanazt fölrakták valami MP3 agyontömörítettbe. És megkérdezték a látogatóktól, hogy szerintük melyik a jobb minőségű. És hát nem erről kell akkor nagy érdekességet, mert szerintem gondoljátok, hogy miért kezdtem el mondani, de hogy a agyontömörített MP3-at jelölték be sokan. És ez mind azért van, mert attól függ, hogy a te füled mit szok meg. És ugye akkoriban a fiatalok, más hát nem akkoriban, tehát amikor ugye már ez a teszt volt, ez talán, tehát mostanában volt valamikor, hogy a fiatalok már a MP3-akat hallgatnak, és nekik az a jó hangzás. Tehát ez érdekesség volt, ami eszembe jutott, és erről akartam beszélni, illetve hát mi volt a Pulp Fiction, ponyva regény, te úristen, hogy felejthettem el, és a Quentin Tarantino rendezte. Na, és akkor haladjunk. Jaj, de fú, de imádom. Szabályozott égetésbe ütemezése Boone megyében. Füstfelhők fognak szállni Boone megye északkeleti régiója felett a következő hét nagyobbik felében, ugyanis az erdészeti szolgálat szabályozott égetést folytat le a Flintlock nemzeti erdő elburjánzott területein. Az erdészeti alkalmazottak már hónapok óta készítik elő a területet. Az égetési folyamat az erdészeti szolgálat szerint hétfőn, kedden, szerdán és valószínűleg csütörtökön reggel 8 és délután 5 óra között fog végbe menni az előre haladás gyorsaságától függően. Ezen kívül a halott és elburjánzott növényzet eltávolítása mellett, amely a szárazabb hónapokban futó tüzeket okozhat, Janice Greenbrier, a fő természetvédő szerint a folyamat értékes oktatási eszköz is lesz a résztvevő. Igen, ez... bár jó, lehet, hogy itt ez... Persze, szét, igen, smog. Nem, ez szerintem, ez itt nem véletlenül hiányzik, mert ez egy kitépet újságcikk. Jó. Igen, igen, tehát erre is figyelni kell, mert nem mindegyiknél hiányzik a alsó, utolsó pár sor, amiatt, mert ugye játszogatni kellett a betűmérettel. Hanem ez tényleg így van. Mármint, hogy, tehát, hogy maga az eredeti angol szöveg is. Na. Megint egy kártya. Mennyit kártyáztak ezek? Kiváltuk. És látjátok, az is milyen érdekes, hogy most költöztek be, nem tudom pontosan mikor ugye, de hogy még látjátok, tehát hogy még nincsenek föltöltve a szekrények, tehát hogy ugye sok minden akkor még nincs kipakolva. Érdekes. No, haladjunk tovább. Tehát hihetetlen, hogy a Pulp Fiction az 94-es volt. Úristen. Kapcsoljunk föl lámpát, mert nem látok semmit. Ez az. Szeimi naptárt elolvas. Heti tervek. Hétfő társas teke, szerda főzőóra, kötény kell. Péntek standard táncok. Hétfő társas teke, főzőóra, standard táncok. Szerda főzőóra, standard táncok. A nagy ebéd megfőzése Terrynek és Samnek. Hát ez akkor valószínűleg, hogy ugye a házi asszonynak a feljegyzései volt. Mi ez? Űrlapot megvizsgál. Ideiglenes személyzeti áthelyezés értesítése. Bruce Pendleton, személyzeti vezető, állami erdészeti szolgálat. A közeledő előírt égetési művelet segítése érdekében egy a folyamatban jártas erdészt helyeznek át a Flintlock nemzeti erdő állomásra, amely 94.9. hó másodikán lép hatályba. A csatolt személyzeti fáj alá megtalálható. A felügyelő tiszt a Flintlock erdészeti állomáson, Janice Greenbrier főtermészetvédő,
aki az áthelyezett személyzetre felügyel... Mi ez a felügyelő tiszta funkció? Mi már föltermészhető, aki az áthelyezett személyzetre felügyel. Az áthelyezés időtartama a teljesítményi értékeléstől és a felügyelő tiszt ajánlásától függ. 94. Jó. Becsukjuk. És megnézzük, hogy van-e bármi érdekes. Fésüt felvesz, tollat felvesz, fésüt felvesz. Semmi. Jó. Haladjunk tovább. Milyen könyvek vannak? Amúgy azt eszembe jutott, hogy lehet, hogy ez nem is az ő könyveik, hanem még a nagybácsikájuké. Mert ugye elég régi könyvek. Hát a franc se tudja, nem tudom. És csak úgy eszembe jutott. Mert hát azért egy ilyen nagy költözés az, az gondolom elég sok időt elvesz, és nem lehet mindent egyszerre megcsinálni. Kazettatokot fölvesz. Hoppá, nézzük csak meg. Bratmobil, mocskos szájú. Forszem, szemnek. Bratmobil, forszem. Az sajnos már nem lett. Itt már, nincsenek itt lemagyarítva. Lafting, stab, cherry, bomb. Hát ezek szerintem csak ilyen firkálmányok. Vagy a rajta lévő számok, franc se tudja, ugye. Hoppá! Ezt nem fogom tudni megállítani sajnos. Ó, oh, na. For, az is valami. Nem, na mindegy. Nem tudom. Hoppá. It's weird hanging out with girls. Daniel was around ever since I was little, and other girls? I don't know. But being around Lonnie is like instantly just right. I gave her the grand Psycho House tour and took my revenge on Super Nintendo. And it was like, I don't know, I finally found someone I feel normal around. I drove her home and she gave me this tape and said, you have got to listen to this. Mm-hmm. I haven't stopped playing it since. Tehát valószínűleg, hogy ezek a kazetták, azokat Lonnie-tól kapta. Ugye Lonnie, esetleg aki nem tudná, az valószínűleg, hogy ez az a lány lesz. Csak itt ugye nem a keresztneve van, hanem a vezetékneve, szerintem. Itt van. Szerintem ő lesz az. A DeSoto. Nagyon aranyos kis csinos lány. Hát, mint ahogy ugye itt a Sam is, meg mindenki. Meg én is. Na, jól van. Tehát Dannyt dobta. Illetve Danny a régi helyükön volt szerintem, pajtása. És itt az új helyen még nem. Itt nem lehet villanyt oltani? Elég sötét van. Meg akartam volna nézni, hogy milyen könyvek vannak itt, de nem lehet látni, viszont szigorú levelet elolvas. Annak, akit illet. Én Samantha Greenbrier, 17 éves vagyok, ebből kifolyólag pedig független és teljesen működőképes emberi lény. A tény, hogy még mindig megtiltjátok, hogy egyedül bemenjek a városba, egyszerűen abszurd. Kéti pedig csak 3 évvel idősebb, őt pedig egyedül elengeditek az óceánon túlra, egy másik kontinensre. Egyetlen estét szeretnék eltölteni egy totál biztonságos városban, egyedül, mint egy emberi lény, és mivel emlékezhettek rá, hogy van saját autóm, így meg sem állíthattok. Szívélyes üdvözlettel a lányotok, Samantha. Nézzük meg az írást is. Mindig nézzétek meg az eredetit is, mert... ugye az ott is lehet vannak fontos infók. Sam! Ne hagyd már az összes istenverte lámpát égve a házban. Ugyanolyan rossz vagy, mint a nővéred. Daniel megint hívott. Vissza akarja kapni a Nintendo játékát. Daniel hívott. Igen. Ó, ajtót kinyit. És ez valószínűleg, hogy Sam szobája lesz. Ajaj. Itt is a tévé.
meg a Magnó. Azért hagyott itt, tehát nem tudom, valószínűleg, hogy ez azért ezeket vitt el akkor Samantha, mert ezek értékesebbek? Mert mondjuk értitek, tehát most egy ilyet miért viszel? Vagy vinne el? Amúgy eszembe jutott, hogy 95-ben talán már azért igencsak komolyan volt szerintem CD, meg DVD. DVD nem biztos, de CD biztos. A francia tudja, várjatok? 93-ban szerintem még biztos, hogy nem. Mert 93-ban volt nekem egy Amiga 1002-esem, talán már akkor PC-n esetleg 93 év vége felé, ez most tényleg csak emlékezetből megy, tehát hogyha hülyeséget mondok, akkor bocs, 93 év vége felé talán, de azt nem tudom, mikor volt a PC Guru például, mikor indult el. Na majd, majd utána járok ezenkek is. Nos, hát ez valószínűleg szemszobája. Iratgyűjtőt fölvesz. Ugye mindent fölveszünk, átpörgetünk, mert hát, ha lesz valami érdekes, és oda eldobjuk. Oké. Itt is kikapcsolom a tévét. Tehát gondolom az értékesebb cumókat vitt el magával Samantha. Kódokat elolvas. Ó, Istenem! Azt a mindeni gyerekek. Ugye Street Fighter kódok. És azon belül is ugye ott van a karakter, Cunli, nem tudom, hogy kell ejteni, mert most egy hirtelen teszem be. Bocs, de, tehát most borzalmasan csapongok, és ezért most valamire hirtelen le kell koncentrálni, nem. Milyen? Jaj, bocsánat, ez nem olyan kazetta, jaj, de hülye vagyok. A kalandor, a macska visszatér. Hát ez szuper Nintendo kazetta még hozzá. Ezt így megmondom nektek a külalakjáron. Jaj, de... Buah! Megőrülök, komolyan mondom. Milyen könyvek vannak itt? Nem hiszem, hogy Samantha szobájában ilyen régi könyvek lennének. Tehát ezek az ő saját könyveik lesznek. Oké, tehát ez nem olyan kazetta, azt hittem, hogy Magnó kazetta, mert olyan hülyén feküdt ott. Ezeket azt megnéztem. A fiókot kihúz. Ó, ott van, nézzétek, csak van kazettánk. Kazettát berak. Hallgassuk meg, megint majd dumálok legfeljebb mellette, jó? De tudja, hogy valami punk zenekar. Cikket elolvas, no. Sam, szerintem a kreatív írászat tökéletes lenne a számodra. Mrs. Bleluch, nem tudom. Nyári előkészítő program fiatal tanulók számára a 95. évi gyűlés. A Reed Egyetem büszkén jelenti be 14. nyári programját fiatal tudósok számára. Ez a program, ez ennel meghívja a 10-es és 14-es tanulókat, hogy vegyenek részt változatos témájú szellemi kutatású órákon, műhelyfoglalkozásokon és fórumokon, kis csoportos foglalkozásokra és zárt hallgatói vitakörökre koncentrálva. A program arra bátorítja a fiatal elméket, hogy mélyen tanulmányozzák a fejlődést és gazdagodást, mi alatt a felsőoktatás küszöbére érnek. A program által nyújtott előnyökönyv nyílő csoportonként három tanuló teljes összönyűben részesül a régen töltött első tanulmányi évben. Ha úgy döntenek, hogy egyetemi hallgatóként kívánnak részt venni az egyetemen, és a Reed felvételi bizottságú elfogadja a jelentkezésüket. A diákok iskoláinak oktatóit... Hát ez ugye Sam írói vénákkal rendelkezik, tehát a apukájára ütött, és be is van, hogy nyári program ugye, angol kreatív írás szakra, nem tudom, hogy mi lehetne fordítani. Jól van. És közben még egyet is ért a kazetta. Ki is veszem, és oda lerakjuk. Ez az. Tehát ez egy punk zenekar. Tányért felvesz.
Ja, nem, bocsánat. Tehát tányért felvesz, és tányért ledob. Mert hát, ha van alatta valami cetli, de nem. De, bocsánat, még itt nagyon sötét van. Hol van valami lámpa? Aha, itt van még egy lámpa. Hát fontos, hogy valamit lássunk. Planeti. Meg én is. Ó, nézzétek már. Büdös oknyi. Fésűt felvesz. Ó, itt nem lesz, nincs valami? Nincs. Nem látok semmit. Hogy ott lenne bármi félrecsúszva. Bögrét felhez, bögrét visszarak. Üdítős doboz. Hát igen, tehát lehet látni, hogy akkor Sam issza ezeket a üdítőket, mint a kefekötő. Ó, azt nézzétek! Ezek valószínűleg iskolai kötelező. Hát, ha bár nem. Nem hiszem, hogy Amerikában Frankenstein az kötelező lenne. Frank Kafkától a metamorfózis. Baroness a... Skarlát... Pimpelen... Skarlát betű lenne? Nem tudom. A világok harca... Hát ez biztos, hogy... Habár nem tudom, hogy Amerikában tényleg milyen kötelezők vannak. A.G. Wells-től a világok harca, Stevensontól a... Balantre... De ezt nem tudom mi... Hív a vadon, Jack Londontól, Robert Louis Stevenson... Mi ez? Valamilyen island... Ja, kincses sziget! A szűz... Virginian... Akkor ez nem biztos, hogy úgy a szűz. Habár a franc, de mindegy. Edgar Allan Poe-tól vannak, ugye történetek és versek, a dzsungelkönyve, Ben Hur, Tom Sawyer, Dickens-től, Twist Oliver és az Emma. Ó, Istenem. Hát te eléggé szeret olvasni szem. Ahogy nézem. És nem is egyszerű könyveket olvas, mert azért ezek nem egyszerűk. Tehát a vadon szava azért azon lehet úgy elemezgetni, hogy úgy mondjam. A Jack London vadon szava. Hoppá! Milliász művészet, kiállítás Csendes óceán intézménye. Tehát Sam valószínűleg a művészetet is szerette. Sőt, a zenét is, mint ahogy látjuk. Hoppá! Hoppá! Ácsi bácsi! Ott van valami. Azokat már nem lehet fölvenni, nem? Na. Szia, Loni! Ezt az első órában írtam, és úton a másodikra hagytam a szekrényedben. Est csinálja az összes menő gyerek. Eldöntöttem, írj vissza. És egy ötlet a rajzoláshoz. Két macska, egy motorom. Hi, ez egy jó ötlet. Amit minden menő gyerek csinál, hogy csipogon üzengetnek egymásnak. De tudod mit? Mi menőbbek vagyunk. Nálunk ugyanis ezt nem lehet csipogon elküldeni. A macska rajzod annyira jó volt, rajzoltam mögé hátteret, hogy még jobb legyen. Lehet inkább az írásnál kellene maradnom. Haha, tetszik, honnan tudtad, hogy az idegenek éppen el akarják őket rabolni? Most épp Mr. Fifth-t nézem. Szerintem rengeteg macskája lehet, meg úgy tűnik minden titokban lelkiismerete... Lehet? Meg úgy tűnik, mintha titokban lelkiismeretesen 9210-et néz. Óra után rákérdezek a macskákra. Említette, hogy van két macskája, és sosem nézte a 9210-et, de láttam a szemében, hogy hazudik. És... Aha, itt van a rajz. Tehát Sam ugye szeret rajzolni, és írni is. Aztán még ki tudja. Oké. Ha, nézzük ezt. Kombináció megadását, ezt még nem tudom megadni, mivel nincs. Ennek nem tudom, hogy mi értelme ezeknek a rajzoknak. Vagy nem, bocsánat, nem rajzok, hanem ilyen fényképkivágások. Na, akkor menjünk. Ajtót kinyit. Sonic Boom 94. Szerintem itt nagyon sok utalás lehet esetleg tényleg arra, hogy ugye Amerikában mi volt akkoriban a menő. Az, hogy mi jutott el hozzánk, hát az meg ugye teljesen más kérdés. Óha, na hol is vagyunk viszont?
ember Sam úgy negyedikes korában kapta ezt. Oké. Dobjuk le, könyvet felvesz. Ez micsoda? Biblia. Mit keres Sam szobájában? Biblia. Hoppá, ott mi az? Az mi az? Nyakörvet felvesz. Círmos. 18-18. Volt nekik cicájuk? Vagy ez nem tudom mit jelenthet. Jobban, bocsánat! Volt, nem? Várjátok, most lemegyek a családi fotóhoz és megnézem. Csak szerintem már elpusztult vagy valami. Hát már csak azért is, mert most például talán Sam nem vitte el a cicát. Vagy rosszul emlékszem? Nem rosszul emlékszem. Olyan, mintha itt láttam volna cicát. Na mindegy. Mert nekem nem rémlik cica most így. Hogy mi az a círmos nyakörv? No, vissza a kutatásunk színhelyére. Társas játékot felvesz. Megvan a számod. És le is van zárva ilyen gumi. Gumival. Oké. Okay. Zsupszol többi közé. Hoho, ki is lehet nyitni az ajtót, azt mindjárt megtesszük. De előbb... Előbb körbenézek. Oké, okay, nem látok itt semmit. Ajtót kinyit. Ah, már megint Allegra kapitány. Allegra kapitány még mindig libegő szoknyájában, és Szilárd Allegra kapitány. Akkor ő az lány. Gondolom. Mert eddig tökre úgy tűnt, hogy férfi. Na mindegy. Még mindig libegő szoknyájában és Szilárd bőrmellényében leereszkedett az egyetlen fénylő fonálon a labirintus alsó barlangjába. Ő és az első tiszt közelebb kerültek a céljukhoz, a sziget halott, halhatatlan királyának trónterméhez. Az első tiszt lecsúszott a kőpadlóra, leporolta magáról a krétaszerű csontport a szövetnadrágja elejéről és felnézett Allegrára. A szigetet lakó mágikus lepkéknek köszönhető, szinte elszakíthatatlan sejemszál mögöttük lebegett, mutatva a bejárathoz vezető utat. A labirintus mélye felé haladva egy nyöszörgés kezdett visszhangzani. Egyre hangosabbá és tisztábbá vált. A király elátkozott hangja. Allegra kapitány karján felállt a szőr. Az első tisztre nézett, aki mereven az átjárő sötétségébe tekintett. Mielőtt észrevette volna a kapitány nézését, az első tiszt hangtalanul fejével előrefelé lejelzett. A halott király trónterme egy hatalmas medencében feküdt alant. A király rothadó köppenyébe burkolózott csontváza, a királyi jogarát díszítő két gömb felé hajolt. Miközben énekelt, sívító lelkek repültek be egymás után a barlang falainak repedésein, amelyeket a gömb vonzott magába. A király mögött sziklából faragott hosszú lépcsősor vezetett le egy terembe, egy átjáróból a tetején. Allegra így szólt, számbeli fölényben vagyunk. Elvonom a figyelmét, aztán pedig te. De az első tiszt félbe szakította. Nem, én kisebb vagyok, és gyorsabb. Te pedig értesz az eféle misztikus energiák hatástalanításához. Megkerülöm a királyt, és elvonom a figyelmét, és hagyom, hogy üldözőbe vegyem. Majd felemelte a sejemszálat, ezt a láthatatlan szálat pedig magam után húzom. Allegra ezt válaszolta. Jó terv, de... Talán mehetnénk együtt. Az első tiszt megrázta a fejét, gondolom. Hogy van? Megrázta a fejét, gondolom, igen? A tiszta nadrágján a kövéhez erősítette a fénylő szállat, gyorsan tisztelgett, biccentett és neki iradomodott. Allegra várt, éberen figyelte a lépcső tetejét, ahol az első tisztnek fel kellett bukkannia. A király folytatta, a nem-nem... Az éneklés abba maradt. Mi ez? Ahol az első tisztnek fel kellett... A király folytatta, a nem-nem... Az éneklés abban maradt. A király megfordult és elindult felfelé a lépcsőn. Allegra kiáltani akart, tenni valamit, hogy megállítsa az első tisztet, nehogy fejjel rohanjon a veszély kellős közepébe. A király már majdnem felért a lépcső tetejére, amikor az első tiszt kirobbant az átjárón. Csúszva megtorpant, sarkon fordult és futott. Mögötte a király követte aggasztó sebességgel.
Egy nyilkos átjáróból Allegra meghallotta az első tiszt sikolyát. A szál Allegra kezében megfeszült és megremegett, úgy érződött, mintha a kőpadlóra hult volna. Allegra futott, követte a zsineget, amikor elérte a végét, az elszakítatlan, és akkor itt ez véget ért. Na jó. Még mindig hiányzanak azok a végék szerintem. Valamit még mindig változtatni kell, és ugye az az érdekes, hogy nekem eredeti Steam-es verzióm van, viszont nem tudom még hányféle verzió van ezen kívül, akár ugye a törteket is, ha belenézzük, és mondta Lost Prophet, hogy mindegyiknek szinte más a karakter mérete, vagy a betű mérete. Na mindegy, szóval nem egy egyszerű eset. Húha, de állatok? Nézzük már körül az érszobába. Jó, ezeket most én dobtam szét. Ugye itt szintén eltűnt a... Hát most nem tudom, azt mondjuk én el tudom képzelni, hogy itt Sam szobájában inkább a Super Nintendo volt. A Super Nintendo-nak viszont én személy szerint nem tudom, hogy milyen csatlakozói voltak. Mert ugye az is még ugye analóg kimenetes volt simán, tehát hogy itt van, hogy a videójel és a két sztereókábel. Nem tudom. Vagyis hát ugye nem két sztereókábel, hanem a sztereókábel, mert ugye a piros az egyik oldal, a fehér pedig a másik oldal. Aki esetleg nem tudná, de én imádok erről beszélni. Nézzétek csak! Ajajajajajajajaj! Hallottátok ezt a nyikorgást? Na jó, mindegy. Üdítős dobozt kivesz. Jó sokat ivott Samantha. Illetve hát még ki tudja, hogy ki persze. Goodfield, figyelmi beszélme. Ah, ezt nem láttuk. Goodfellow középiskola fegyelmi beszámoló űrlap, tanuló neve Yolanda DeSoto. És akkor várjátok, és ki volt az a lány? Yolanda, Luni. Szerintem ő lesz az? Létezik? Tehát a Loni és a... hogy hívják, na? Yolanda és Luni. Nem tudom, lehet, hogy van neki valami középső neve is, akkor az. De az a DeSoto, ugye, az mert akkor megvan. Azt vágjátok, hogy ő volt a fényképen. Tanuló neve Yolanda DeSoto. Aztán 12 dátum. Jaj, 94. Igen. Mr. Bentley megfigyelte, hogy Miss DeSoto egy olyan pólót visel, amire elfogadhatatlan képet, zárójel, egy nagyméretű sörös dobozt, Babst Blue Ribbon felirattal, zárójel bezárva, nyomtattak. Miss DeSotót a nevelőtanár irodájába küldte. Miss DeSoto azt a választást kapta, hogy vagy kifordítva hordja tovább a pólóját, pólót vált a testnevelési szekrényéből, vagy a nap hátra levő részében felfüggesztik. Miss DeSoto a felfüggesztést választotta. Az édesapját felhívták, azonban választ nem kaptak, és rögzítő sem volt. Miss DeSotónak holnap vissza kell juttatnia ezt az űrlapot az édesapja aláírásával. Hát... igen. Miss DeSoto a... Aha, látjátok? Student aláírása, tehát a tanuló aláírása az Luni D. Tehát igen. Nem tudom, hogy miért van az, hogy Yolanda DeSoto. Tehát akkor megvan, ki a barátnője Samantának. Akivel ugye a kazettát is kapta, és akivel valószínűleg együtt is lóg. Oké, azt ott átnéztük azt a részt, akkor ide jövünk. Mennyi az idő? Ó, nem érdekes. Ezt legszívesebben egybe lenyomnám ezt az egész játékot. Mert hát ugye nem olyan hosszú. Név Samantha Greenbrier. Kor 11. Ez már akkor régebbi, nem? Kor 11. Bizony. Tanár Fletcher. Óra 5. Tárgyvásárlás, feladatfény, megmunkálás, blablabla. Osztályzati. Megjegyzés. Nem egy felhívást jelentő feladat, fémtábla egy családi portréhoz megfelelő téma, de nem bonyolult, amikor azt mondtam, hogy anyu és apu helyére a szülők neve kerüljön. Nem úgy értettem, hogy alájuk. Elfogadható simítás a széleken. Légy igényesebb a munkáddal. És gondolom, akkor ebből le lehet szűrni az, hogy a kézügyesség az nem volt a legjobb a Samantának, legalábbis ilyen gyakorlati órákon.
De ez jó régen volt, ugye, mert ez 11 éves volt, és hát az már akkor jó régen volt, az simán 6 évvel ezelőtt volt, ugye. Na, van itt még valami érdekes? Hinni akarok. Aki ezt nem tudná, az egy nagyon híres X-aktás kijelentés, jelmondat. Nem is tudom, minek lehetne nevezni. Ó, párnát felvesz. Párnát ledob. Ó, ezt nézzük meg. Ki volt ez? Stegi. Úristen, de gyönyörű. Ó, de. Aha, Stegi. Gyönyörű. Lámpát lekapcsol. Mik vannak még itt érdekességek? Tollat fölvesz. Üdítős dobozt. Azért ilyeneket fölveszek, mert hát ha van alatta valami. Tehát elég lázadóak lehettek. Hoppá, ott mi van, srácok? Nézzétek csak, kiadványt elolvas. The Brother 150, persze, hogy egy Hadrus 65-ös évjáratú. Ezt építjük apuval, megyünk majd egy kőre, ha végeztünk vele. Az új és izgalmas Brother 150 egy gyors, stílusos és lenyűgözően energikus motor. A Brother 150 megbízható négyütemű motorja meglepő sebességet produkál. A 11 literes tank lehetővé teszi hosszabb távok megtételét is. 65-ös évjáratú, jó régi motor. Viszont azt nem tudom, hogy ez mit keres most, mert ugye azt írja, oké, hogy ezt építjük apival, megyünk egy kőre, ha végeztünk vele, de hát kinek szánta? Tehát, hogy most kezdték el építeni, mikor ugye a... Ez mi ez? Ugye toll, oké. Hogy ugye mi meg elmentünk Európába. Magazint megvizsgál. Zenei magazin, gondolom. Igen. Soundgarden, exkluzív interjú. 67-től 94-ig. Oké. Fiókot kihúz. Magazint megvizsgál. Nem, ezt akarom. Exkluzív. Ez is valami fiataloknak szóló magazin. Nézzük inkább így, jó? Groove. Azt nem tudom, hogy mit jelent. Pedig ez valami... valami stílusirányzat, vagy divatirányzat, ha jól emlékszem. Igen, hét, és akkor már volt éjc. Afrika. Oké. Várjunk, ott volt, hogy 95 márciusi a dátum. Fiókot becsuk, itt ugye már nem volt semmi. Ott nincs semmi a hátul. Oké. Átnéztem a szobát, srácok. Szerintem átnéztem itt az ágy alatt, mert nem látok semmit, ami lehetne. Oké. Szerintem akkor ezt a szobát átnéztem. Tovább. Lámpucskú nincs? Nincs. Szia, Sam! Elmegyünk megnézni a ponyvaregényt Sully után a Kolosseumba. Múlt hétvégén jött ki, és Todd folyamatosan erről beszél. Szóval vagy jó, vagy majd jól kiröhögjük, amiért tetszik neki. Igen, hát itt már ponyvaregény, így van. Tehát ugye a Pulp Fictionről van szó. Elvileg a változatosság kedvéért anyum főzne ma este nekünk vacsorát, de szerintem el tudok lógni. Mikor mennénk? Elvileg ez a film elég erőszakos, nem? Hányni fogok tőle? Todd szerint elég durva. Gondolom, Uma Thurman szíven szúrják egy heroinos fecskendővel, ami azért elég vicces. Ajajaja, emlékszem arra a jelenetre. Meg valami a sajtbuggerekkel kapcsolatban is fontos. Szerintem Todd is eljön, hogy újra megnézze, ha nem baj. 7:15, oké, ne hány be. Rendben, akkor találkozunk. Nézzük a... Nagyon szeretnek rajzolgatni mellette. És jól tudnak rajzolni. Tényleg aranyos. Tehát gondolom, Sam akkor ezzel a Lonnie-val megy. Ment megnézni a Pulp Fiction-t. Ó, itt van lámpa. Szekrényt. Várjátok, ott van.
Lonely Rulers. Ugye a Luni Franco, vagy valami ilyesmi fordítás talán. Dobozt felvesz. Sebb tapasz. Hát az mindenhol kell. Ez pedig fogkrém. Ó, nézzétek milyen márkája van. Gondolom ez a, aki Amerikába, tehát amerikai srác, vagy nem tudom, hol játszik vele, az biztos, hogy az szintén fölkelt, hogy úristen, milyen márka volt, mint ahogy Magyarországon is megvolt, ugye a 80-as, 90-es évek márkája. Úristen, milyen büdös arceszek voltak. 80-as években pláne. Jaj. WC-t lehúz. Húzzuk le a WC-t, hát ha nem húzta le. Ajtót kinyit. Dobozt felvesz. Igen. Ezt lehet sejteni, hogy micsoda. Ez női dolog. Az mi az? Dörzspapírt felvesz. Körmét biztos ezzel csiszolgatta. Igen. Isten bizony, hogy nem fogom meg, az tuti. Oké. Okay. Ugye ez is, hogyha magyar lenne a játék, akkor itt teljesen más márka lenne. Érthető módon. Na nézzük csak. Ohó, és itt mi történt, fiúk? Nézzétek csak, ez nekem gyanús. Na nézzük csak meg. Vörös jobbkéz, féltartós hajfesték. Valaki vörösre festette a haját. Hopp. Lonnie brought her hair dye over today. She said, I need to fix these roots. Think you could help? Dying hair is weirdly intimate. I don't know if I've touched someone else's scalp before. That's pretty intimate, right? It felt intimate. We looked into the mirror together after, and I expected her to say something about how it looked crappy, or good, or whatever. But that's when she said, you're so beautiful. And she was looking at me. Right in that moment, I wanted to say something, but I waited, and the moment was gone. No, hát ez egy elég érdekes kis naplóbejegyzés. Nem kommentálom. Nézzük, hogy van itt bármi is. Amit rejteget előttünk, Samantha. Hoppá. Hoppá. Miért ilyen béna vagy? Azt hiszem elromlott. És most? Nem. Nem lehet visszacsukni. Nem látok semmit. Itt WC papír, semmi. Oké. És akkor végeztünk? Jézusom, milyen recsenések vannak, hadd már abba. Szerintem végeztünk itt ezzel a résszel. És menjünk vissza csak, hallgassuk meg azt a üzenetrögzítőt. Mert szerintem most már lehet tudni, hogy ki az a másik lány, aki beszél az üzenetrögzítőre, ugye. Sam. Ugye ez valószínűleg Lonnie lesz. És DeSoto. Sam. És ez is szerintem ő lesz. Where are you? Really? I need to talk to you. Please be there. Hi, Mom. Ez már ugye mi. So I got my ticket home from Europe. Tehát beszélnünk kell, ugye síró hangon mondta. Valószínűleg szemet keresett, hogy beszélnünk kell, és hogy nem vagy ott, vagy valami ilyesmi. Értettem még. Ha haladjunk tovább. Szépen ajtóról ajtóra. Ajaj. Ó, igen. Ez lesz a szülőkház, a szobája. Anyu táskáját felvesz. Visszatesz.
De miért van itt ugye a táskája? Több táskája van? Létezik? Hát most persze elképzelhető. Érdekes, nem? Meg nézzétek meg, minden ki van húzogatva. Hogy ez szemlett volna? Ezt hagyjátok abba? Hogy szemlett volna? De akkor hol vannak a szülők? Tehát miért tudta Sam így fölforgatni a lakást? Hova tűntek a szülők? Aj, nem bírom. Ezt ki lehet nyitni? Ki lehet nyitni, jó. Na, fiúk, ezt a szobát én még átnézem. Úgyse érdekel, hogy ez most meddig tart. Oké. Képeslapot felvesz. Kedves anyu, apu és Sam. A csalagútban vagyok, másodszorra kelek át a csalagúton. Már úton vagyok visszafelé Londonból, most éppen Belgiumba. Brüsszelbe tartok. Sajnálom, hogy London felé tartva nem írtam nektek, de túlságosan izgultam a csalagút miatt. London nagyszerű volt. Apu, tudom, hogy mindig is meg akartad látogatni, és szerintem ne tegyél le róla. Imádnád. Ha valamikor szeretnétek együtt családként visszajönni ide, talán meggyőzhetnétek. Szeretlek mindannyiótokat, Kéti. Egy csalagút ugye, gondolom, az a, ami a csatornán ugye át megy a csatorna alatt. Ugye Európa és Anglia között. Ez mi? Boone County. Hát ezt nem tudom micsoda. Jaj, bocsánat! Úristen, nem áll! Telefonkönyv! Jól van, Zotya. Aj. Ez micsoda? Music for the Planet. 82. április, jó régi ugye? És ez most nem tudom, hogy ez mire van. De lehet, hogy valami musical, de nem ugrik be, hogy ezt nekem ismernem kellene. Fiókot kihúz. Fiókot becsuk. Fiókot kihúz. Fiókot becsuk. Most végignézem, hogy van-e bárhol bármi, jó srácok? Hú, ez mennyi farmer? Ó, mindjárt hányok. Tudjátok mi ez? Hát ez kondom. Hát igen, jó, hát ezt most a szülők is, ugye... szeretik egymást. Hogy úgy mondjam. Oké. Jó. Ruhásszekrényt. Itt is hiányzik a... ugye videómagnó vagy valami ilyesmi. Mik vannak itt? Nézzük csak! Ez szerintem inkább a anyunak a kazettái lehetnek itt. Igen, ezek szerintem ilyen romantikus filmek lesznek. Ugye a zenehangja, vagy mit tudom én mi az. Mondjuk itt van azért háborús film, ugye a Híd a Kvályfolyón. Ezt nem tudom micsoda ez, milyen csend lehet. Ez nem tudom mi. Tévéken bekapcs. Semmi. Oké. Okay. És ezek? Ezt se tudom, hogy mi. The president meant. Pú. Ajajajajajaj. Ez nem tudom mi. Ez pedig, igen, Butch Cassidy és a Sanders a kölyök. Illetve ugye a... azt nem, szintén nem tudom most a magyar címét. Oké. Okay. Fiókot becsuk. Fiókot kihúz. Fiókot becsuk. Fiókot kihúz. Fiókot... ez biztos, hogy ugye a anyukájának a... ruhásszekrénye. És azt nem tudom. Ez? Szennyes tartó. Egy cirmos. Akkor csak volt nekik szerintem cicájuk. Cirmos. Oké. Okay. Ezt itt?
Ezt itt kihúztam. Könyvet felvesz. Biblia. Névjegykártya. Ismeretlen dimenzió irodalom. Kasz kiadó. Ez mi? Hó. Ismeretlen dimenzió irodalom. Ez egy kiadó, ugye? Igen. Na, dobjuk csak le oda. Más nincs, más nincs. Ez a kiadó, ez más. Ez még nem volt. Ugye? Ott sincs semmi. Hopp, és itt. Ennyire végig kell nézni. Mert hát ha... lesz ott valami érdekes. Hát ezt nem tudom micsoda. Valami vers lenne, ugye? Ez mintha valami versek lennének. Igen, valami verses kötet. Könyvjelzőt megvizsgál, nem kell kapkodnod. Örülök, hogy hozzáértők kezekbe került Rick. Rick ugye a haverja, ha jól emlékszem, ugye? Aha. Jó. Nem nézek oda, hiába valami zajt hallok. Oké, iratgyűjtő. Ledobjuk. Szemetes? Semmi. Családi fénykép. Ha. De viccesek. Azt akartam mondani, hogy aranyos, de hát nem aranyosak, inkább viccesek. Ó, ho. Azt nézzétek. Tényleg itt semmi az ágyom. Föltúrni a izét, s nem. Ezek micsodák? Semmi. Oké. Levelet elolvas. Fiókot becsuk. Levelet elolvas. Kedves Jen! Ó, édesem, teljesen megértem, hogy mit érzel. Bobnak és nekem is megvoltak a saját völgyeink. Gyakorlatilag az életmódunká vált. Majd hozzászoktok egymáshoz. Élitek a saját életeteket. Ugyanabban a házban a gyerekek felnőnek, kirepülnek. Annyira sajnálom, ezzel nem segítek, igaz? Ne aggódj, Terry majd kiheveri, bármi is rágódik, és a dolgok visszatérnek a rendes kerékvágásba. Ami pedig szemet illet és a távolságtartását, ilyenek a tinék, ne aggódj miatta, addig is ez a szabályozott égetés nagyon kalandosnak tűnik. Ne ugorjunk az elejére. Ez az új vadőr, akit küldtek, róla szeretnék hallani. Rick vadőr? Ugye csak viccelsz? Túl tökéletes, mindent el kell árulnod. És küldj képeket, az egész csomagot akarom, várjunk csak, ez elég. És akkor itt sajnos megint lemarad. Vége. Hát igen. És akkor úgy néz ki, hogy valami problémájuk van a házaspárnak mindenféleképpen, meg úgy az egész családnak. Mikor írhatta ezt a levelet? Nincsen dátum. És hogy akkor Jen akkor valami kis flörtbe keveredett ezzel a vadőrrel? És azért ír, hogy Rick vadőr? Ugye, mert aki nem tudná, az volt a... Hú, egy nagyon romantikus film, mi is volt annak a címe? Már megint nem fog eszembe jutni. Igen, most egyszerűen ezek nem jutnak eszembe a... Ja, megvan, Lady Chatterley szeletője. Hát az egy nagyon híres ilyen romantikus könyv, illetve filmben is megvan. És ugye ott, ha jól tudom, ott a vadőrrel lesz viszonya a házúrnőjének. Vagyis legalábbis valami vadásszal, mindegy. Na jól van. Tehát ez ezért volt ilyen érdekes. Oké, haladjunk tovább. Zsinort meghúz. Nem! Megint. Jól van. Szemét. Ó, nézd, egy szellemjáték. Hó. Nézzük csak meg. Mit keres a szülők szobájába? Menekülés a szellemházból. 8 éves kortól fölfele. 2 vagy több player. 2 vagy többen. Mit keres ez itt? Na. Bocsánat, próbálom csak beforgatni. Ez érdekes. Lehet, hogy szellemek vannak a házba. És ugye, amikor átvizsgálták a elektromos vezetékeket, nem is azt csinálja az ajt. Na jó. Megnyugtató, nem? Itt vagyunk egyedül, egy szellem lakta a házba. Na nézzük. Hoppá, ott van valami.
Vízfestékes technikák. Valaki próbált festeni? Csak azt nem tudom, hogy akkor ki. Esetleg a anyuka, vagy pedig akkor Sam. Mármint, hogy Samantha. Nem tudom. Hát, mondjuk gondolom, hogyha itt volt a szekrényükbe. Hopp, hopp, hopp. Az mi? Gyufa. A francsot csinál. Aj! Jó van, hagyjuk. Rick, 8 óra péntek. Igen, tehát flörtört Rickkel. Csúnya, csúnya, csúnya. Csúnya, csúnya, csúnya. És valószínűleg, hogy Terry meg ugye az alkotói válság volt a... Ez mi? Hoppá, ez mi? Nézzétek! Ez mi? Ó! Azt a mindenit! Jó, ezt hamar találtam meg, jó? Ezt előbb-utóbb belétek kerül. Majd. Tehát mindenféleképpen rávezet a program, de én most ezt hamarabb megtaláltam. Egyelőre nem megyek oda le, mert még nem időszerű. De egy csomó, most már elárulhatom akkor azt is, hogy lesz egy pár ilyen rejtekhely a házba. Tehát a ház az szolgál nekünk meglepetéssel. Jaj, de kár, hogy ezt most oda rávittem a kurzort, mert azt később is megtalálhattuk volna. Na mindegy. Menjünk tovább. Ezt elszúrtam. És már nem tudom újra kezdeni a játékot. Na, nincs itt semmi. Villanyt felkapcsol. Nézzünk körül, mi van itt. Fésű, nem érdekel. Szekrényt kinyit. Tapasz, borotvahab. Oké. Szappan, fogkrém. Semmi. Semmi, semmi. Tóajtó. Hű, de sütét van. A villanyt kérek gyorsan. Ez az. A mézes hetek után fedezze fel újra a hitvesét személyileg, lelkileg, szexuálisan. Jó, hát az tisztán látszik, hogy ugye a... Terry és... mit tudom én ki, Jane vagy ki, ugye, hogy a... ugye... magánéleti problémákkal küzdködtek. WC papír, borotva, ha WC papírt megnézik, hogy nincsen itt azért alatta semmi olyasmi, ami fontos lehet információ. De nincs. Ez mi? Semmi? Semmi? Semmi. Oké. Jól van. És fiúk, lányok, akkor úristen, már ennyi időnél tartunk. A következő részben, ha már voltam olyan ügyetlen és rávittem a kurzort, mert én ezt az első végigjátszáskor nem itt találtam meg, hanem máshogy, akkor a következő részben most már le is megyek, mivel ugye azt szoktam volt mondani, hogy próbálom úgy játszani a játékot, mintha elsőre játszanám végig. És hogyha az első végigjátszáskor így megtalálom ezt a rejtekajtót, akkor biztos, hogy lemegyek. Tehát innen fogjuk folytatni, és nem az emeletet fogom végigjárni. Nos, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!